A zene az kell, mert körülölel, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít. Már úgysem adjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnalig. Ebben egyformák. A Valahol Európában című musical egy ikonikus dalának betét dalát idézve köszöntöm minden kedves szerető vendégünket itt az Eszterházy Károly Egyetem gyönyörű kápolnájában. Azért ezeket a sorokat választottam, mert a mai estén a zene lesz a kapocs, amely megmutatja, hogy bár lehetünk sokfélék, a zene valóban összeköt és közelebb hozza az embereket egymáshoz. Az ENSZ december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira. Eger felsővárosában működik egy kis sziget, ahol fogyatékkal élő felnőttek töltik hasznosan mindennapjaikat. A szervezet 25 éve végzi ezt a munkát óriási alázattal, folyamatosan a kor igényeihez igazított szakértelemmel és nagyon jó hangulatban. Ezt a mai estet nekik ajánljuk.
Neki és azoknak az embertársainknak, akik értelmileg ugyan akadályozottak, talán kicsit lassabbak az átlagosnál, talán kicsit többször futnak neki egy feladatnak, de kellő empátiával és türelemmel is aktív és hasznos tagjai társadalmunknak. Műsorunk nyitányaként az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájának kamara kórusát hallhatták. Az intézményben évtizedes hagyományai vannak a zenei oktatásnak. Tanulóink nemrégiben tértek haza egy Albániában megrendezett nemzetközi kórus találkozóról, ahol, ahogy önök is láthatták, elvarázsolták közönségüket. Vezényelt a tavalyi év egyik legkedveltebb gyakorló iskolás pedagógusa, Kovács Ádám. Nem árulok el nagy titkot, de visszatérnek még a porondra, és akkor azt gondolom, hogy egy újabb tapsot majd megérdemelnek a fiatalok. Az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskolájában alapfokú művészeti képzés keretében zajlik az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás. Többek között magánének és hangszeres képzés is várja a zene szerető fiatalokat. Elsőként Farkas Áron zongora játékában gyönyörködhetünk, aki Bartók Béla Játék című kompozícióját adja elő zongorán. A fiatalember 3 éve zongorázik, felkészítője Csüllög Judit. Tehetségét versenyeken is rendszeresen bizonyítja. 2016-ban a Kistérségi Zongora Fesztiválon 1. díjat nyert, 2017-ben pedig a Heves megyei zongora versenyen 3. helyezést ért el. Az alapfokú művészeti iskolában magánéneket tanító Belkovics Zoltán is dalra fakad a mai estén. A nápolyi dal címadója Maria valóban létezett, egy felső osztálybeli nápolyi család varrónője volt. Róla énekel tehát Belkovics Zoltán, zongorán kísér Bajzát Linda. Én minden kedves vendégünknek nagyon jó szórakozást kívánok a mai estére. Thank you.
Kedves közönségünk, a következőkben egy igen muzikális testvérpár Tóth László és Tóth Zoltán zongora játékát élvezhetjük. A fiatal növendékek életében fontos szerep jut a zenének, hiszen egészen kiskoruktól tanulnak zongorázni, sikerrel szerepelnek iskolai rendezvényeken és zongora versenyeken is, ahonnan több esetben érkeztek haza díjakkal, így öregbítve az intézmény hírnevét. Grieg Anitra tánca című műve a Pergünd Szvit egyik részlete, melynek most négykezes átiratát hallhatjuk, felkészítőjük Bajzát Linda tanárnő. Őket egy igen ígéretes tehetség, Dávid Laura követi. A fiatal hölgy idén kezdte el csiszolni énekhangját a gyakorló iskola, művészeti iskola magánénekének tanszakán. Belkovics Zoltán tanítványa hosszú távon szeretne jazz énekléssel foglalkozni. A mai koncerten Fény Lawrence Hol volt, hol nem volt című dalát adja elő, zongorán kísér Bajzát Linda. A sort Nagy Eszter zárja. A harmadéves angol nyelv és kultúra tanára, énekzene tanár szakos hallgatónk az énekzene tanszék művészeti tevékenységében is igen aktívan közreműködik. Zongora tanára Csüllög Judit. A fiatal hölgy 2017-ben megkapta az egyetem Minerva Agriensis díját is. A mai estére választott darabja Kodály, a gyermektáncok utolsó darabja, és különlegessége, hogy csak fekete billentyűkre íródott. További jó szórakozást kívánok mindenkinek! Thank you.
Az énekzene tanszék kórusai nélkülözhetetlen elemei az egyetemi és az egri kulturális életnek, szereplői fesztiváloknak, koncerteknek. A többszörös díjnyertes, aranyminősítéssel díjazott vegyeskar híre a határainkon túlra is eljutott. A fiatalok december 1-én Lengyelországba utaznak, ahol cseh, szlovák és lengyel kórusokkal lépnek fel és énekelnek közösen. A mai estén népdalfeldolgozásokat és romantikus kórus műveket énekelnek önöknek, vezényel Kapdebó Sándor karnagy, fogadják őket sok-sok szeretettel.
Farkas Ferenc Pataki diákban. Pontosabban nem róla szól, de ez a címe. Thank you.
Folytatjuk műsorunkat. Tóth Váradi Tamás 2013-ban kezdett zongorázni Marik Erzsébet útmutatásai segítségével. Tehetsége hamar eredményeket is hozott, hiszen a zeneképzelet országos négykezes zongora versenyen a tanár-diák kategóriában első helyezést értek el, és a Gyöngyösön megrendezett megyei zongora versenyen második helyezett lett a fiatalember. Chopin F-dur mazurkáját hallhatjuk ma este tőle. Komáromi Nagy Márton 8 éves korától 9 éve tanul zongorázni, a kezdetektől rendszeresen megmutatkozott hazai, később nemzetközi versenyeken is, kiemelendő a nyíregyházi zongora versenyen elért első díj, és a csehországi Mikulovban rendezett nemzetközi ifjúsági zongora versenyen kapott második díja. Lehetősége nyílott a Kossuth és Liszt díjas Bogányi Gergellyel is négykezest játszani a Vigadóban, zongorázott a Bach maratonon a Műpában is. 2016-tól az Eszterházy Károly Egyetem alapfokú művészeti iskolájában Marik Erzsébet növendéke, legutóbb eszínekben kapott külön díjat a dunakeszi Farkas Ferenc országos zongora versenyen, ma este Liszt Ferenc Desdur konszolációt hallhatjuk tőle. A Chiquilín de Bahín egy jól ismert argentin zeneszerző, Astor Piazzolla műve, melyet ez alkalommal Bader Elemér másodéves német énekszakos zongorázik, Svéd Mátyás elsőéves angol énekzeneszakos hallgatónk hegedű kíséretével. Elemér a Schneidberger Zenei Tehetség Központ ösztöndíjasa, egyetemünk énektanszékén Gábos Judit tanítja, kamarapartnerének Svéd Mátyás hegedű tanára pedig Szabó Viola. A szerelem olyan, mint egy bohém ifjú, aki soha, de soha nem ismeri a törvényt. Erről énekel Nagy Erzsébet, az Eszterházy Károly Egyetem gyakorló iskola énekzene magántanára,
fogadják szeretettel Bizet Carmen című operájából a legismertebb áriát, a Habanerát. Zongorán kísér Gábos Judit zongoraművész, az énekzene tanszék vezetője. Thank you.
Engedjék meg, hogy az Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Központjának nevében is meginvitáljam Önöket egy holnapi rendezvényre, hiszen a mai estén az Eszterházy Károly Egyetem, valamint a Gyakorló Iskola tehetséges növendékei és tehetséges oktatói mutatkoztak be. Holnap azonban a díszteremben 13:30-kor egy gála műsor veszi kezdetét, amely a fennállásuk 25 éves évfordulóját záró konferencia egyik csúcspontja lesz. Ott pedig megnézhetik, hogy azok az ellátottak, gondozottak, akikkel ők nap mint nap foglalkoznak, hogyan, milyen módon értelmezik a zenét. Többféle produkció, zenés-táncos produkcióval is készülnek a fiatalok. Nekem volt szerencsém betekintést nyerni ezekben. Mindenképpen felemelő pillanatoknak lehetnek részesei azok, akik tehát holnap ellátogatnak 13:30-kor a díszterembe. Szeretettel várunk minden egyes érdeklődőt. És akkor, ahogy mondtam, az utolsó műsorszámunk következik, melyet az Eszterházy Károly Egyetem vegyeskara és a Gyakorló Iskola Kamara Kórusa közösen ad elő. Elsőként Kodály szép könyörgését hallhatjuk, ezt Kovács Ádám vezényli, majd stílszerűen Kodály esti dalával zárjuk a műsorunkat, vezényel Kapdebó Sándor karnagy.